Nagy sikert ért el a budapesti Honvéd férfi kosárlabda csapata az NB1B piros csoportjában. A bajnoki tabella negyedik helyén álló PVSK Kronosz kiadó gárdája látogatott csapatunkhoz, akiktől idegenben sima vereséget szenvedtek a piros-fehérek. A csapat kezdettől fogva nagyon harciasan játszott ezen a küzdelmes találkozón. Puskás Artúr fiai apait, anyait beleadtak, sok támadó lepattanót szereztek, és a fantasztikus csapatszellem végül meg is hozta a gyümölcsét. Máté Márk utolsó percben szerzett triplájával végleg eldőlt a meccs a hazaiak javára, akik ezzel harmadik győzelmüket szerezték meg az idei bajnokságban. Egyértelmű, hogy a támadó lepattanozás meg a szív diadala volt. Az elején jól mentek a dobások, nyilvánvaló volt, hogy ez előbb-utóbb majd átfordul, és nem lesz minden akciómban távoli kísérlet, ami betalál, úgyhogy ezért a védekezéshez kellett ragaszkodnunk. Hozzá kell tenni, hogy a Pécs elveszített az egyik legjobb játékosát egy sajnálatos sérülés miatt. Ezúton is jobbulást kívánunk neki. Azt gondolom, hogy a csapat minden dicséretet megillet, megérdemel. Végig harcoltunk, aki pályára lépett, szívét, lelkét kitette, voltak jó egyéni teljesítmények, és köszönjük szépen a szurkolóink támogatását, megint nagyon fontos volt, hogy itt voltak. Szombaton megint találkozunk. Úgy gondolom, hogy mindenki mindent kitett a pályára, ami benne volt. Sajnos ez már csak egy küzdelmes, kinkeserves győzelemre volt elég. Az ellenfél nem teljes kerettel volt, sajnos ez is kicsit rosszul jön ki nekünk, de örülök mindenképpen a győzelemnek. Talán elindultunk most már egy kicsit felfelé, az utóbbi időben már kezdünk kicsit úgy játszani, ahogy talán tudunk. Folytatás szombaton 18 órakor az MTK Török Bálint ellen. Csak a Honvéd!